Már minden világban újra születtem, a földdel is jártam. Párszor jegyben, s még most is utaznék messzire innen, hogy... Annyi, Gergő, akkor, hogy három megszólalást fogunk fölvenni. Uh-huh. Akkor az elsőnél megy le az új dal, utána az elkezdem, gondolom, az már rajta lesz az evolúció, igen, az már úgy jön ki, nem? Itt van velem Szakács Gergő a stúdióban, szia-szia! Hello, sziasztok! Nincsen út című dalt hoztam el most nektek a Petőfi Rádióba, és igazából ez a megjelenő új szóló lemezem, és első szóló lemezemnek így a bearangozó dala igazából, aminek az a címe, hogy Evolúció. A lemez is az én elmúlt 10-12 évemet öleli fel, és az érzelmi és zenei evolúciómat, szóval például az első dal az egy olyan dal lesz a lemezen, amit 17 évesen írtam, ami nem életem remeke, de hogy így nagyjából az lenne vele a célom, hogy érzékeltessem azt, hogy tetten tudjuk érni azt, hogy honnan, hova jutottam, és hogy esetleg meg tudjunk figyelni valamilyen szintű fejlődést jobb esetben. Csak a köncsönt hajt. Azért a Nincsen útra esett a választás, mint beharangozó dal, mert ez a, szerintem a zeneileg és szakmailag a legkifejlődöttebb produktumom jelenleg, szóval szakmailag ennél jelenleg nem tudok többet. Nagyon sok mindent jelent, szóval kicsit tényleg azt az érzést adja vissza, ez inkább tényleg egy ilyen érzés nekem, hogy nagyon sokszor arra felé próbálok hevezni, amerre nem feltétlenül kéne, és amerre amúgy nem is vezet út. Ha merre mennék, nincsen út, és nincs látó határ. A Nincsen út videóklipjét Madeirán forgattuk, mégpedig azért, mert amikor elkezdtem írni a dalt, akkor a fejembe kúszott egy ilyen dzsungel kép, amiben hát túrázom és megyek fel mondjuk egy csúcsra. Igazából reggeltől estig forgattunk, 4 napon keresztül, alig aludtunk, bejártuk az egész dzsungelt. Volt egy rész, amivel a klip kezdődik, például a fanál, ahol ilyen nagyon érdekes formájú öreg fák vannak, és az akkor néz ki ilyen nagyon misztikusan, hogyha köd van, és ott az egyébként nem mindig van köd. És mikor odaértünk egyik reggel, átáraztuk, hogy ott kezdünk, és sehol semmi, szóval ilyen tök tiszta napsütés volt, és így álltunk, hogy most akkor mi a franc lesz, és vártunk egy 3-4 percet, és elkezdett ömleni a köd, és így tele lett az egész helyszín, és egy ilyen Tim Burton erdő lett örülöttünk. Ez volt az egész forgatásnak a vibe-ja, meg az, hogy tényleg amiről szól a szöveg is, hogy amerre mennénk, nincsen út, igazából azok voltak a legjobb spotok, amerre tényleg nem vezetett úrtúra ösvény, szóval kinéztem egy sziklát, elkezdtem rá felmászni, felértem, szóltam telefonnal, hogy figyelj, most már fenn vagyok, és akkor eleresztették a drónt, és csináltuk. Úgyhogy óriási kaland volt. Átáztunk minden nap bőrig, és az a fele úton már lázas is voltam, és utána 1-3 napig feküdtem, de minden pillanatát élveztem, és azt gondolom, hogy megérte. Nincsen úr.